Készül a fotó a szemétszedő diákokról a Bonyhádi Művelődési Ház mögött. Az eligazítást és a zsákok kiosztását követően az önkéntesek elindultak a város 23 pontjára, hogy megtisztítsák azokat. Kartonpapírt és egyéb szemetet szedtek össze a diákok az akció keretében. A városnak sok embert sikerült megmozgatni, mintegy 700 önkéntes gyűjtötte a szemetet. Részt vettek Bonyhád tisztításában civil szervezetek, egyesületek, de az általános iskolák és a gimnáziumok tanulói szép számmal megjelentek. 8. alkalommal kerül országosan megrendezésre a Teszed mozgalom, és a Bonyhád városa első perctől csatlakozott ehhez az országos mozgalomhoz. Minden évben talán csak a tavalyi maradt ki, de az országosan is elmaradt. A kérdésedre válaszolva, nézz körül, már most mennyien vagyunk, nem sokára indulnak a különböző csapatok. A Teszed akció idén március 18-a és 24-e között valósul meg országszerte, az önkéntes szemétszedés keretében felhívva a figyelmet környezetünk tisztán tartására.